Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECIGI tesztek. Most a sorozat második darabjaként meg fogunk ismerkedni a Kuzipelzó dripper után a Kuzi tankos üzemmódjával. Nézzük meg közelebbről, hogy hogy kell ezt összeszerelni, és hogy milyen működés közben. Így néz ki tehát a Kuzipelzó dripper, ezt fogjuk most átalakítani tankos üzemmódra. Ehhez más sem kell tennünk, csak ezt a felső részét letekerni, és ennek a helyére ezt a közdarabot becsavarni. Amint láthatjuk, fölülről van egy csőnek való rész, van kettő darab furatunk és egy csavar helye, ahol ha nagyon akarjuk, akkor azt a csavart kivesszük, és utána oda is tudunk egy lészállításra előkészített messzövet darabot tenni. Amire még szükségünk van, egy picit félreteszem, az vagy ez a makrolon palást, vagy ez a fémpalást, illetve ez a pici levegőcső. Ebben az üzemmódban, hogyha tankos üzemmódként használjuk, akkor itt a végén talán meg lesz a fókusz is. Itt a végén találunk egy ógyűrűt, ennek mindenképp itt kell maradnia, hiszen ez fogja majd szigetelni, hogyha ezt ide a helyére betoljuk, hogy ne csorogjon ott nekünk a likvid bele a kazántérbe. Ezt először is tekerjük be ide a középső részére, a felső záróelemnek így fog kinézni. Ha ezzel megvagyunk, én már előre elkészítettem kettő darab kis fémszövet darabot. A biztonság kedvére egy picit a végüket eloxidáltam, ez fog belekerülni ide ezekbe a lyukakba. Ezeket szépen beleigazgatjuk, úgy, hogy ami alul van vatta, vagy üvegszál, abba ez belemenjen, és így biztosítsa a légellátásunkat. Egyik, másik, ez kész van. Annyi a dolgunk, hogy összetekerjük a palástunkat, és mondjuk, ahogy megszoktuk azt a Tájfunnál, vagy bármelyik más alsó kazános tanknál, szépen a levegő csőig megtöltsük likviddel. Én ezt a részét most kihagynám, hogy teletöltöm. Beletöltök annyit, ami éppen nálam van még. Úgyni. És szépen fejjel lefele állítva összetekerjük. Beállítjuk a levegőző lyukakat. Úgy. Összehúzzuk, és így néz ki a Kuzipelzó tank üzemmódban. Nézzük meg, hogy van-e gőze. Gőze az ennek is bivaj. Nézzük meg akkor az éles lövészetet. Az előbb már láttuk, hogy gőze van. Nézzük meg most élesben, hogy muzsikál így összeszerelve a készség. Nem rossz, de ezen most egy picit állítsunk, ezen a levegőellátáson. Lejjebb veszem most a legszűkebbre.
Jó, ezt kérem alásan minden, hogy ezzel a verziójával is mondhatnám azt, hogy sajnos, de nem. Minden, hogy jó ez. Ami számomra feltűnő volt, illetve apró negatívum, hogy nagyon nehéz összelőni úgy ezt a középső gyűrűt és az azokon levő furatokat a tekeréssel. Tehát lehet, hogy pont olyat fogunk ki, hogy rátekerjük, és mondjuk véletlen pont a tekerésünkre néz a történet. Ilyenkor van értelme annak, hogy ott van az a harmadik csavar, azt kicsavarjuk, és annak a helyére is rakhatunk levezető szálat fémszövetből, és akkor azon tud a likvid áramolni. Ebben a verzióban igazán nekem egy tekeréssel jött be, tehát nem dual, hanem single módban, és nem teljesen nyitott levegőző furatokkal, hanem egy vagy másfél milliméteres furattal, amikor nem tüdőre szívja az ember, hanem egyből a szájába, és onnan tüdőzi le. Viszont így megvan az a lehetősége az embernek, hogy kimenjen vele az utcára, és mondjuk ne kelljen egyfolytában azon gondolkozni, hogy mikor fog kiszáradni neki a vívő közege, tehát a vattája vagy az üvegszál, mert folyamatos léellátást biztosítanak a levezető szálak, ugyanúgy, mint a GS-nél mondjuk, és az a tank űrtartalom, ez a hát pontatlan méréseim vannak, csak mert sose a fecskendővel töltögettem, de 4 milliliter lazán belefér a történetbe, tehát egész napra is el tudjuk magunkkal vinni, és akkor nincsen a szenvedés, hogy még egy flaskát is kell magunkhoz vennünk. Teljesen ugyanazt az élményt adja, mint a dripper, egy kicsivel több szabadságfokkal, hiszen nincs már az a aggódás, hogy egyfolytában csöpögtetnünk kell a dologra. Ez a kiegészítő, ez hát vatelines szetnek írják az oldalon, hiszen majd egy későbbi videóban bemutatom, hogy vatelinnel is lehet ezt használni. Így csak a felső palást és a levegőcső az plusz 7700 forint környékén van. Ez a középső átalakító gyűrű, ami tankos üzemmódra alakítja át, ez 5200 forint, tehát ez így nagyjából 12500 forint, ez a középső kiegészítő rész, és akkor tankos üzemmódban használhatjuk. Arra érdemes figyelni, hogy a levezető szálakat, mikor berakjuk, akkor az ne érjen hozzá a tekeréshez. Én elővigyázatosságból ezért oxidáltam le, hogyha mégis baj történne, de érdemes a vattákat úgy helyezni be, hogy a felfele menő részébe pont beleüljön a fémszövet cső, és akkor is semmi probléma nem történhet vele. Egyébként kijárósra, rohangászósra nagyon jó volt a dolog, tehát nekem simán elég volt ahhoz, hogy a munkahelyen ezzel szórakozzak. Ha ugyanazt ki kell mondanom, mint az előbb, hogy megérte vagy nem érte meg, igen, plusz 10 pár ezer forint, viszont akkor a szabadság élményét megkapjuk a dripperhez, és kapunk ugye gyakorlatilag egy ilyen önedetős dripper történetet. Ezt ismerem mindenkinek bátran ajánlani. Nagyon jó kis kiegészítő. Szerintem, aki a dripperre nagyon nincsen megbarátkozva, annak ez mindenképpen alaptartozék kell, hogy legyen, és akkor van egy ilyen tájfun-szerű tankos üzemmódra beállítható kúzia. Javaslom mindenkinek, hogy nézzék meg, barátkozzanak vele, és utána ha tetszik, akkor vásárolják meg. Remélem tudtam segíteni a videóval. Sziasztok!